Csütörtökön ismét ülésezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés. A tagok 12 napi rendi pontot tárgyaltak. Veres János első felszólalásában arról beszélt, hogy több önkormányzat nem tudta még elkezdeni a terület és település fejlesztési operatív programban elnyert projektjeit, mert a közbeszerzési eljárásokat követően kiderült, hogy lényegesen nagyobb forrásra van szükségük a beruházásokhoz, mint ahogyan tervezték. Ezek az önkormányzatok fordultak a kincstáron keresztül forráskiegészítést kérve az államhoz, hogy segítsen kipótolni a hiányzó összegeket, és azt látom, hogy nagyon lassan, vagy egyáltalán nem halad ezen önkormányzati igények elbírálása, azaz nem jutnak hozzá ez a többletforrás az önkormányzatok, és többen emiatt nem fogják tudni megvalósítani a beruházásaikat. Én azt tettem szóvá, hogy ezt a folyamatot föl kellene gyorsítani az elnök úrnak, hiszen hogyha ez túlságosan hosszú ideig elhúzódik, akkor adott esetben vagy nem fognak megvalósulni beruházások, vagy még nagyobb késedelmet és még több költségtöbletet fognak az önkormányzatok elszenvedni a beruházásaik megvalósítása során. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság beszámolójából kiderült, hogy a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma tavaly 20%-kal csökkent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Ez a javulás az országos tendenciához mérve 2%-kal jobb eredmény. Kevesebb volt a lopás és a közterületi bűncselekmények száma is, ami pedig főleg pozitív változás, hogy a nyomozási eredményesség is nagy mértékben javult. Helmeci László közgyűlési tag kiemelte, már megszokott, hogy a rendőrség minden évben magas színvonalú tájékoztatóval készül a közgyűlésekre. Azon kívül, hogy egy nagyon alapos részletes beszámoló, egészen jó eredmények vannak, mind a felderítést, mind pedig a bűnözés alakulása kérdésében. Tehát például én mint büntető jogász is csak néztem, amikor látom a beszámolóban, hogy a vidéki rendőrkapitányságokon nincsen például felderítetlen rablás. Az egyik legkeményebb bűncselekmény, mert ugye élet, testépség és vagyon ellen is egybe. Jók a megyének a statisztikái, miközben azért ez egy bűnözés szempontjából, azért ez egy rendőri munka szempontjából, ez nem könnyű megye. A rendőrség egy negatív statisztikáról számolt be. Országos és helyi szinten is nőtt a személyi sérüléssel járó balesetek száma. A szervezet több tízezer ellenőrzést is beiktatott a sofőrök ellenőrzésére. Ennek ellenére is az országos átlag felett volt az ittas vezetők aránya. A rendőrség átlagosan 15-20 perc alatt ér ki a helyszínekre, munkájukat nagy mértékben segítette tavaly is a polgárőrség. A katasztrófavédelmi igazgatóság beszámolójából kiderült, hogy tavaly 8%-kal csökkent a tűzesetek száma, ezen belül a szabadtéri tüzek száma 13%-kal volt kevesebb, mint egy évvel korábban, illetve 5-ről 2-re csökkent a halálesetek száma. A szervezet idei céljai között szerepel az önkéntes mozgalom és a lakosság önmentő képességének erősítése. A közgyűlésen egy nemzetközi együttműködés is napirendi pontra került, amely egy közlekedésfejlesztési projekt végrehajtását takarja. Számos partnerrel valósítottuk meg, horvátországi, németországi, szlovéniai, olaszországi partnerekkel. Azt a célt szolgálja a projekt, hogy olyan térségeknek a közösségi közlekedését vizsgáljuk, amely elnéptelendőben van, vidéki térségekről van szó. Erről készül egy olyan megoldási javaslat, hogy milyen közösségi közlekedési formák javasolhatók ezekben a térségekben, különböző applikációs alkalmazások akár. Erre lehet a jövőben folytatni a projektet, hogy olyan applikációkat kifejlesztenem egy telekocsi rendszerben, vagy a jelenlegi falu gondnoki vagy falusi buszok, önkormányzatok tulajdonában álló kisbuszok igénybevételét jelenteni a közösségi közlekedés szolgálatában, illetve nagyháló esetében egy olyan fejlesztés történik, amely buszmegálló kialakítását jelenti, és a helyi járatoknak a megjelenítését, a közösségi járatoknak a megjelenítését jelenti ezen a platformon. A projektnek elsősorban közösségi közlekedési szerepe van,
a vidéki települések népesség megtartó funkciójának erősítését jelenti. Egyelőre ez egy kísérleti projekt, tehát egy közvetlen brüsszeli forrás, amely ezeket a lehetőséget vizsgálja. Nagykálló esetében konkrét segítséget jelent ez a beavatkozás, más településeket esetében pedig a feltárását jelenti a problémának és a jövőbeni megoldási lehetőséget, akár hazai operatív programok forrásaiból, akár további nemzetközi pályázati programok bevonásával. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlésen azt is bejelentették, a megye napi központi ünnepség helyszínét ebben az évben Mária Pócs biztosítja.